A pénzügyőrese kecskeméti birkózó szakosztálya nagy élménnyel ajándékozta meg a gyerekeket, hiszen bemutató edzést tartott edzőtermükben két korábbi világbajnok, a most is kvalifikációs VB-re készülő Kis Balázs és Korpási Bálint. A gyerekek érthetően nagyon élvezték az edzést, de így volt ezzel a két kitűnő birkózó is. Valóban jól éreztem magam, nem az első alkalom, hogy kicsitnek tartottam edzést. Úton útfélen az elmúlt időben felkértek ilyen edzések tartására, bár itt ez elég vegyes volt a társaság, mert itt a 8 évesektől egészen a 14 évesekig voltak, úgyhogy nehéz volt így összehangolni ezt a dolgot, de úgy néz ki, hogy sikerült, és igazából a foglalkozás elérte célját, mert jól érezték magukat a gyerekek. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy meghívtok ide Kecskemétre. Nagyon köszönjük a meghívást, nagyon boldog voltunk, és nagy örömmel jöttünk ide edzést tartani a fiataloknak. Szeretnénk ezt a sportot népszerűsíteni, és már nem először voltunk a Balúval ilyen edzést tartani, tényleg nagyon jól éreztük magunkat. A pénzügyi élményekben gazdag éven van túl, folyamatosan duzzadó létszámunk mellett sikeresen szerepelnek a különböző versenyeken is. Az idei évről el kell mondjam, hogy nagyon jól sikerült a tavaszi versenyszezonunk. Ugye 2012-ben Kecskeméti Birkózó Klub néven elkezdtük ezt a munkát, és a fő célunk az volt, hogy egy jól működő sportközösséget alakítsunk ki. Ezt jelentettem, hogy sikerült elérnünk, és ez azóta már birkózó diák, illetve serdülőkorba ért versenyzőink nagyon szép eredményeket értek el magyar bajnokságokon, már magyar bajnoki címeket, illetve érmeket szereztek. Még sorolhatnám az egész csapatot, ugyanis az országos magyar bajnoki döntőben, szabadfogásban, csapatban, az összesítésben bronzérmesek lettünk, tehát mondhatom, hogy az ország egyik legjobb utánpótlás központja kezd újra kirajzolódni itt Kecskeméten. A szabadnapjukon ellátogató birkózók Soltvadkerten készülnek a szeptemberi VB-re, a munka finom hangolása még hátra van, mielőtt szeptemberben Kazasztánba utaznának. Hát jelenleg most kezdtük meg az utóalapozást a világbajnokságra, ugye ezen a héten a Soltvadkerten vagyunk, ez már egy hagyományos edzőtábor, minden évben itt kezdjük meg az utóalapozást a világbajnokságra. Nagyon jó érezzük itt magunkat, Lakatos Attila barátunk tényleg megtesz mindent azért, hogy mindent kielégítő legyen a tábor. Jelenleg egyébként teljesen jó állapotban vagyunk, ugye az utóalapozásnak az elején tartunk, és hát most fogunk belemenni igazából egy kéthetes nagyon kemény felkészülésbe, utána lesz még a világbajnokság előtt egy felkészítő verseny, és szeptember végén, egész pontosan közepén lesz a kvalifikációs világbajnokság, ahol már kvótát lehet szerezni a tokiói olimpiára. Hát most kezdtük el a világbajnokságra való felkészülést ezen a héten. Szeptember közepén lesz Kazasztánban a kvalifikációs világbajnokság. Igazából két és fél hónap van még addig, nagyon sok munka lesz benne, versenyek, de hát állunk elébe. Korpási és Kis céljai megvannak a VB-t illetően, utóbbi esetében ez nem kis részben az olimpiával is összekapcsolódik, előbbi saját súlycsoportjára koncentrál egyelőre, ám Tokiót illetően még bizonytalan. Hát egyenlőre maradok abban a súlyban, amiben tavaly is ezüstérmet szereztem. Remélem idén sikerül ezt a teljesítményt hoznom. Rengeteget készülünk rá. A jövő évvel kapcsolatban még egyenlőre nem tudok mit mondani. Közel egy év, sőt már év sincs olyan ugye a kezdéséig, a tokiói olimpia kezdéséig. Borzalmasan nehéz lesz megszerezni a kvótát, ugye 4 évvel ezelőtt is már elképesztő nehézségek árán tudtuk csak megszerezni, vagy tudtam én személy szerint megszerezni a kvótát ugye a riói olimpiára. Jelenleg úgy néz ki, hogy az idei világbajnokságon az első öt helyezett szerzi meg automatikusan a kvótát, és jövőre lesz még két nemzetközi verseny, egy európai, illetve egy világválogató, ahol az első két helyezett szerzi meg, tehát összesen 16 hely kiadó a tokiói olimpiára. Nagyon bízom abban, hogy az idei évben is meg tudom ismételni a tavalyi világbajnoki szereplésemet. Tehát gyakorlatilag ugye az első ötben szeretnék csak úgy, mint a tavaly végezni, és akkor automatikusan én megszerzem a kvótát. Nem lesz egyszerű feladat, de bízom benne, hogyha folyamatos lesz most már a világbajnokságig a munka, és semmilyen fajta sérülés, illetve hátráltató dolog nem fog engem akadályozni a munkában, akkor reális esélyem van arra, hogy megszerezzem a kvótát. A PS életében fontos év lesz a mostani, hiszen a létszám folyamatos bővülésének is hála, ősszel új teremben folytatják a munkát. Jelentkeznek folyamatosan azért a gyerekek, elég szép létszámmal dolgozunk a birkózó sporthoz képest, tehát ezért is, vagy ez is predesztinált arra, hogy nagyobb terembe költözzünk, ugyanis ezt a termet, mint látható, kinőttük, és örömmel jelenthetem, hogy a szeptemberi munkát már egy korszerű, európai követelményeknek is megfelelő terembe kezdjük. Ez a Kiskörösi út, illetve a volt Bajnok utca sarkán lévő épület komplexum.
További terveink, itt a közeljövőre nézve, hogy november 2-án Balla Józsefre méltóan emlékezve egy országos meghívásos versenyt rendezünk az Árpádvárosi Sportcsarnokban, közel 300 résztvevővel. Ez is egy nagy esemény lesz. Egyébként ez a második saját rendezésű versenyünk lesz az idei évben. Nemrég volt a Hírös Kupa Katonatelepen, szintén országos meghívásos, ahol a csapatversenyt megnyertük. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!